Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Testvéreim, mielőtt Isten igéjét meghallgatjuk és Krisztus áldozatában részt veszünk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk. Mert érkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. És add meg nekünk az örökséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. A szentmisét élő Bálintért és családjáért ajánlom fel. Könyörögjünk. Istenünk, te azt akartad, hogy Szent Fiad vállalja értünk a kereszt gyalázatát, és így megszabaduljunk a gonosz lélek hatalmából. Kérünk, add meg híveidnek, hogy elnyerjük a feltámadás kegyelmét, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Profétája által Isten szenvedő szolgája így beszél. Isten az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támaszra lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy ráhallgassak, mint a tanítványok. Isten az Úr nyitotta meg fülemet, s én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg. Hátamat oda tartottam azoknak, akik vertek engem, arcomat meg azoknak, akik szakállamat tépdesték. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköbdöstek. Isten az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem. Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem. Kiszállhat velem perbe. Álljunk ki együtt,
ki az ellenfelem, jöjjön ide hozzám. Isten az Úr segítségemre siet, ki ítélhetne el? Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Hallgass meg, Istenem, nagy irgalmasságot szerint a kegyelem napján. Hallgass meg, Istenem, nagy irgalmasságot szerint a kegyelem napján. Miattad ér engem a szégyen, miattad pirul az arcom. Testvéreim eltávolodtak tőlem, atyám fiai idegennek néznek. Hallgass meg, Istenem, nagy irgalmasságot szerint a kegyelem napján. Isten dicsőít imád énekem, nevének hálát mondó. Megaládott lelkek, örüljetek, és Istenre nézzetek, és szívetek újra éled. Hallgass meg, Isten, nagy irgalmasságot szerint a kegyelem napján. Áldunk téged, Krisztus, örök dicsőség néked. Áldunk téged, Krisztus, örök dicsőség néked. Üdvözlégy, királyunk, tévejgéseink csak te könyörülsz. Áldunk téged, Krisztus, örök dicsőség néked. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenem. A betániai vacsora után 12 közül az egyik, a karióti Júdásnak, akit karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük: mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom Jézust? Azok 30 ezüstöt ígértek neki. Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltathassa őt nekik. Kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kéréssel fordultak Jézushoz: hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát? Ő így felelt: menjetek be a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki: a mester üzeni, közel van az én időm, tanítványaimmal nálad költöm el a húsvéti vacsorát. Tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett, Jézus a 12 tanítványjal asztalhoz telepedett. Miközben ettek, így szólt hozzájuk: bizony mondom nektek, közületek egy valaki elárul engem. Erre nagyon elszomorodtak, és arra sorra kérdezték őt: csak nem én vagyok az, Uram. Ő így válaszolt: aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el engem. Az ember fia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak, aki az ember fiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Erre Júdás, az áruló, megkérdezte: csak nem én vagyok az, Mester. Ő így felelt: te magad mondtad. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, végére érve az előkészületi nagybőjti időnek, ma reggel jó lenne meghallanunk ezt az evangéliumot és egy kérdést. Az evangéliumot, hogy az Úr Krisztus, a názáreti Jézus, az Istennek a fia, ezért ő mindennek az ura. A szörnyűségben, amelyre Júdás készült, az az örömhír, hogy még ez is, ez a gonosz árulás is a megváltás művét szolgálja. Az Úr Krisztus mindennek az ura, tud mindent, és minden őt szolgálja, és nagy örömhíre számunkra. Mert ez nem csak akkor volt igaz, hanem ez öröktől fogva, és mindörökké igaz. De amíg a földi életünk tart,
addig ezt újra meg újra meg lehet kérdőjelezni. A húsvétban minden évben kapjuk a bizonyságot, hogy ő az Úr. Amikor mi megvalljuk az élő és igaz Istent, mindazt, amit tőle kaptunk és amit értünk tesz, a teremtéstől az üdvösségig, akkor mi térdet hajtunk előtte. Ezért olyan fontos, hogy a katolikus egyházban letérdelünk. A térdhajtás és a térdenállás, amellyel megvalljuk, hogy Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az Úr. És a kérdés az, hogy nekünk mi közünk hozzád? És ez a kérdés, ez hangzik végig a történelmen, de csak azért van létjogosultsága ennek a kérdésnek, mert neked előbb volt közöd mi hozzánk. Nagy titok ez, de hogy mennyire fontos, ugye emlékszünk rá az utolsó vacsorán, amikor meg akarja mutatni, hogy mennyire és milyen köze van hozzánk, akkor ő elkezdi mosni a tanítványok lábát. Amikor Péter tiltakozik, az én lábamat te soha, mondja neki Jézus, ha nem engeded, hogy megmossalak, nem lesz közöd hozzám. És Péter már tudja, hogy mennyire fontos, hogy az embernek legyen köze ehhez a Jézushoz. Azért, hogy közösségbe lehessen vele, így kiált, Uram, ha ezen múlik a veled való közösség, akkor ne csak a lábamat, akkor tetőtől talpig a fejemet is. Mosd meg, mert ha nekem nem lehet közöm hozzád, akkor én elvesztem. Ezt Péter már tudja. És az egyházunk is tudja. És az egész nagy bőjt erre készített föl, hogy a most következő 3 napban, meg a húsvét ünnepén, jelezni tudjuk a mi megváltó Krisztusunknak azt, hogy mi szeretnénk közösségbe lenni ő vele. Mert az egyház már megtanított minket arra, hogy a keresztségben erre kaptunk meghívást. Jogunk van közösségbe lenni ő vele. Ő pedig akarja ezt a közösséget, hiszen ő hívott meg rá, mert szeret bennünket. És ha valaki konkrétabban akarja tudni, hogy ez a közösség micsoda, akkor az egyház csak ennyit mond. Szeresd a te uradat, Jézusodat, a megfeszítettet, és akkor közösségben leszel vele. Segítsen nekünk a szűzanya ezekben a napokban elcsendesedni és elszemlélődni azon, hogy mit tett értünk a mi Istenünk. Tiszta szívvel hajtsunk előtte térdet, és kérjük az ő üdvösségét. Amen. Testvéreim, kérjük mennyei atyánkat, hogy a nagybőjti szent időben készségesen hallgassuk az ő szavát, és azt meg is valósítsuk életünkkel. Az evangélium világossága, üzze ki az emberek szívéből a bűn sötétségét, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Megváltunk jósága és ember szeretete, az egyházon keresztül áradjon ki az egész világra, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Krisztus békéje, szüntesse meg a népek közötti gyűlölködést és viszálykodást, hogy a nemzetek békében munkálkodhassanak, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! A nagybőjti szentbeszédek, szítsák fel a hívekben a bűnbánat és a megtérés kegyelmét, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! A kegyelem ereje segítsen minket, hogy a kísértéseknek mindenkor ellenálljunk, és a jóban állhatatosak maradjunk. Hallgass meg, Urunk!
kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, Urunk, élő Bálint és családjai számára a számukra szükséges kegyelmeket. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket. Nagyható örök Isten irgalom atya, fordulj felénk jóságosan, amikor bűnbánattal és bizalommal közeledünk hozzád. Súlyítsd meg kegyelmedet népedben, Krisztus a mi Urunk által. Hozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész szent egyház számára. Kérünk Istenünk, fogadd kegyesen felajánlott áldozati adományainkat, és add meg, hogy amikor Szent Fiad kínszenvedéséről emlékezünk, a megváltás gyümölcseiben is részesedjünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Veled az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Már közeledik üdvözítőnk szenvedésének és dicsőséges feltámadásának ünnepe, amikor örvendünk, hogy megtörte az ősi ellenség gőgét, s újra átéljük megváltásunk szent titkát. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, s velük együtt szüntelen újjongással zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hozsánna a magasságban. Áldott, aki jön a valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és itt te vagy föltámadásodat, ami eljössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Amen. Ha Istent Atyánknak hívjuk testvéri szeretettel, bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a felelkedel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. A médián keresztül csatlakoznak a Szentmiséhez, imádkozzuk el a lelki áldozás imádságát. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus! Legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste őrizze meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen.
üdvözd légy édes Jézusunk, erősséggel itt megvallunk, ne szentségben mi imádunk, Istenünknek magasztalunk. Te vagy a világ megváltója, mennyországnak megnyitója, éhes lelkünk táplálója, hús szívünknek orvosója. Elvégeden csodálkozik, értelmünk is álmélkodik, hogy tested itt elrejtezik, kenyér szinte öltözködik. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, add, hogy bizakodva higgyünk az örök életben, amelyet fiat halála szerzett, és ez a szent áldozat jelen valóvá tette számunkra. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a lelkekkel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szent mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek anyjának. Keresztények, írjatok, milyen szobort adjatok, keseregjen minden szív, aki Jézus rához hív. Szállj szívedbe, sírasd meg, védkeidet fontold meg, hogy van Isten fia volt, aki érted így meg volt. Itt jelen vagy ad Istennek fia, itt jelen vagyunk, elálmodott bárány, itt jelen vagyunk, erős igaz Isten, a Jézus Krisztus. Itt jelen vagyunk, mi édes teremtünk, itt jelen vagyunk, ami közben járunk, itt jelen vagyunk, vigasztaló társunk, a Jézus Krisztus. Itt jelen vagyunk, igazság élet, itt jelen vagyunk, a mennyei fölség, itt jelen vagyunk, fényes világosság, a Jézus Krisztus.
Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Üdvözl légy, örökké áldott légy az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember Krisztus Jézus. Minden áldás élő kútfeje, mennyi és föld, Ura Istene, kit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremhényed, leborulva imádom szent fölségedet, s teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen.